Kedves nézőink, a Kávéház vendége Újpest olimpiai bajnok labdarúgója. Ki hinné, hogy az egykori csodacsatár, az újpesti Dózsa és a magyar válogatott gólvágója már 70 éves. A születésnapos Dunai Antalt üdvözlöm a stúdióban, aki gondolom a rengeteg gratulációt már megkapta, de viszont kapott egy ajándékot is, mégpedig március 14-én Áder János köztársaság elnöktől a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést vehette át a parlamentben. Sok-sok szeretettel gratulálok. Az ajándékot, amit majd tőlünk kapsz, vagy tőlem kapsz, azt majd az adás után természetesen felköszöntünk. Nem is tudok mit mondani. Mit szóltál, amikor megtudtad, amikor egyeztettek, hogy a parlamentbe kell menned március 14-én? Hát először is jó napot kívánok, és nagy szeretettel üdvözlöm az újpesti drukkereket, meg magát az Újpestet, hiszen több éven keresztül az így játszottunk, és azt az ember nem felejti el soha. A kérdésre visszatérve, hát azt kell mondanom, egy óriási öröm volt számomra, és szinte, hogy mondjam, nem az, hogy hihetetlen, hanem, vagy nem várt, de végül is, amikor megkaptam, és mikor jött az értesítés, hát fel voltam dodva, megmondom őszintén, és akkor az ember így, ugye, hát miért is kapom ezt? Mert ugye, hát azért nem osztogatják ezt olyan könnyen, valamit tenni is kell. Nem, mint hogyha annyira ki akarnám emelni, hogy én milyen nagy dolgot csináltam, de úgy belegondoltam, hogy hát az aktív pályafutás befejezése után ugye is a magyar sportban benne voltam, a labdarúgásban edzőnként, vezetőnként, ugye voltam a sportminisztériumban, aztán ugye az MLS-ben alelnökként, most is ott vagyok, tanácsadó vagyok, MOB-tag vagyok már több éven keresztül, ugye a fociban talán legtöbb olimpián én voltam, 5 olimpián voltam, ha felsorolom, hogy ugye... Majd erről még beszélünk. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy ilyen életműnek mondják ezt, vagy életpálya? Életmű díj, mert én arra jól emlékszem, hogy annak idején tiszti keresztet is kaptál sok-sok sportolóval együtt, és én azt gondolom, hogy aki, ráadásul most soha többet nem fogom mondani, hogy aki 70 éves és... hát ennyit tett a magyar labdarúgásért, a magyar sportért, az igazándiból megérdemel egy ilyen életmű díjat, mint a színészeknél, hát hogy is mondjam, mint a Kossuth díj, gondolom ez olyan. Igen, hát jól esett tényleg, nagyon öröm volt egy család számomra, hogy ugye így valahogy ezt ugye elismerték, és hát jó, lehetett volna még talán többet is tenni, de igyekeztem, nem bontam ki magamat az aktív pályafutás után se, azon kívül nemzetközileg is, ugye, mivel ugye külföldön voltam 10 évig, hát elég jó kapcsolatokat ápoltam a spanyol és a Magyar Labdarúgó Szövetség között, ugye együttműködési szerződést is írtunk alá, nagyon jó kapcsolat vagyok a Spanyol Labdarúgó Szövetség elnökével, amit meg kell említeni, hogy ugye még annak idején Bilbao játékos volt, és az Újpesten volt, itt játszottunk egymás ellen UEFA-t. Úgyhogy ő egy bilbaói játékos, bajnok csapattagja volt Bilbaóban, Spanyolországban, és ami nagy dolog, hogy a Kubala László, a legenda, a Barcelona legendánál, aki 11-ig volt spanyol szövetségi kapitány, annál volt válogatott is, tehát ő a magyarokra nagyon felnéz, és mivel én már Spanyolországban dolgoztam, ugye már 25 éves spanyol labdarúgó elnöke, azért hát mondjuk, bocsánatot kérek, egy ilyen labdarúgó válogatott mellett könnyű elnöknek lenni. Hát, világbajnok, Európa bajnok. Igen, így van. Hát, Anti, egyetlen, azért nagyon érdekelne engem. Hát sportos családból származol, bátyád olimpiai bronzérmes, János, 5-6 évvel idősebb, mint te, tisztelettel köszöntöm, hogyha találkozol vele, és csókolom a Jánost. Biztos volt, hogy te labdarúgó leszel? Már nem értettem. Annak idején, ja, amikor igen. Ilyen töppörtyű voltál, bár hogy elnézek, ja, sosem voltál töppörtyű, biztos volt az annak idején, hogy te labdarúgó leszel? Hát nézd, azt lehet mondani, hogy ilyen 14 éves korban már biztosan gondoltam, sőt, hát az egész úgy történt, ugye, hogy egy kis faluból születtem, ugye abban a faluban azért meg kell említetni, hogy két olimpiai bajnok és a bátyám bronzérmes, a Páncsis Miki olimpiai bajnok, garaiak vagyunk, a határ mellett, akkor még Jugoszlávia, ugye, határ mellett születtünk 5 kilométerre, egy 4000 lakósú kis község volt, hát, és aztán ugye most Fradi, mi Újpestek vagyunk, de hát azért meg kell említeni, hogy a Herceg Szántó, az Albert Forli. Hát az a szomszéd. Hát szomszéd, 10 kilométer, aztán a Baja, ugye ott vannak a Diszli testvérek, azok is odavalósik, a Bognár, a Bogesz,
a MTK-s Bogesz, aki kint van. A Gyurika. Hát úgy van, hát ő is bajai, hát oda valósít. Tehát azért ne egy olyan... Akkor lehet, hogy ki lehetett volna egy ilyen kisebb fajta válogatottat hát, is onnan. Hát, hogy ne, így van. Tehát visszatérve azért a kérdésre, hogy lettem, hát igen, ugye, Gara, Baja, és az az igazság, hogy nagyon jól emlékszem erre, hogy hát voltam 15-16 éves, amikor már ugye Bács-Kiskun megyei válogatott volt abban az időben, meg voltak különböző megyei válogatók, akkor voltak ilyen meccsek Budapest észak, Budapest közép, különböző mérkőzések voltak így egymás ellen, és aztán meghívtak engem már a 16 évesen, a 18 évesekhez, 1960-ban a magyar 18 évesek Bécsben UEFA tornát nyert. Azon én kín voltam, mint tagja voltam, a csapatnak 16 évesen, Mésző Kálmán, Kékesi Misi, kérlek szépen, Menszel Iván, stb. Voltak, Ihász Kálmán volt a csapatkapitán többek között. Ugye? Tehát én Bajáról, amikor az egy nagy dolog, Bajáról, amikor még háromszor voltam Budapesten, és már Bécsbe jártam, azért, mert focista voltam, de nem is ezt akarom kihozni, hanem az, hogy ugye, hát ott jártam középiskolába, nézd, leérettségiztem közepes érettségével, nem a legjobb tanuló közé. Hát érettségi futballozó. Aki leérettségizik, az kb. 18 éves, ugye? Így van. Akkor már NB1-ben játszottál Pécset, ha jól tudom. Érettség után, és akkor döntöttem el igazából már előtte, hogy úgy néz ki, hogy én nem leszek se mérnök, se orvos, se jó esztergályos, se, a suli se nagyon megy nekem, ugye? Nem vagyok egy magyarul észkombány. Tehát most ugye olyan értelemben. De viszont a futballban 16 évesen hívnak Budapestre, hát akkor valószínű, hogy van valami talentó, hogy mondják, ugye, tehetség van valami bennem, mert azt mondják, hogy igen, ügyes, és akkor mondom, akkor nekem erre kell állnom. Na jó, fogadjunk, hogy a Fradiba akartál menni. Igen, hát az volt, ugye, főleg ugye azok mellett, hogy ugye nagyon sok játékos jött ott ki is, ugye, akkor Ferencváros, ugye, hát mindenki arról beszélt, még most is, ha megyek sok helyre, nagy örömmel fogadnak, az MLS nevébe megyek, ugye, és hát mondják, hogy fradisták, de láttak bennünket játszani Újpest, hát mondom, jó, hát akkor rendben van. És hát jó, hát igen, gondoltam, hogy a Ferencváros vidékiek voltunk, ugye, hát, de aztán ugye hát megváltozott, ez is nem bántam meg, hogy az Újpesthez jöttem végül is. Mert, hát mi se bántuk meg. Mert igen, hát a Beneferinek ugye nagy köze volt, hát mi a Beneferét, ugye ő Kaposváron játszott 16 évesen, én még Bajai 16 évesen egymás ellen játszottunk NB3-ba. Aztán az IF válogatottban is volt egy kapcsolat, Tókióban egy szobában laktunk, Tókióban az olimpián minden, és aztán ő mondta, hogy Anti, mi éket ketten ismerjük egymást, ugye ifjúvágodban is együtt játszol, ismerjük egymást, egy görös hátravon van, zámbó, minden. Már focizunk, azt már nem baj. Mondom, ez jó gyakorlik. Anti, Tokiót említed, ugye mondtad, hogy Tokióban egy szobában voltál, drága Benne Ferivel. Káposztába, és a káposztába. És a Benővel, drága. De Tokióban nem játszottál? Nem játszottál. Hát igen, ez egy nagy bánatom nekem. Hány éves voltál akkor? Hát 20. 20 évesen már. Nagyon bántott, hogy örültem, ott voltam végig. Most azt kell tudni, hogy egy olimpiai csapat abban az időben, most is még nekem is a 96-os attagy olimpián is készül. Két évig készültünk, a tókiói ugye selejtezők voltak minden, én pécsi voltam akkor. Pécsről jöttem föl minden héten, akkor nem úgy volt, hogy most nem volt külföldi játékos, meg minden. Tehát minden héten följöttünk Budapestre. Hétfő, kedden itt kellett lenni Pesten edzeni. Pécsről jöttem a reggeli gyorsan, 6 órakor indultam, aztán kedd este haza, és készültem bajnokira. De a lényeg az, hogy mind selejtezőkön végigjátszottam. Fontos gólokat rúgtam a kiutásba, spanyolok voltak benne, svédek voltak benne. És a lakattanárul miért nem játszhatott? Hát, tehát most komolyan kérdezlek, tehát miért nem játszhat egy tankot? Igen, hát annyiból megérdemeltem volna, bár ugye akkor ő kettő szerepben volt, olimpiai csapat edző, és a Tatabányán volt edző, és hát Csernai hívta meg, ugye játékosa volt, bár a két év alatt sose volt benne a Csernai keretben, nem is játszott, de az olimpiára kihozta 19-nek, első meccsen játszott, csere nem volt akkor, nem volt csere, hoppá. És a szabály az volt, aki nem játszik, ma már nem úgy van. Aki a keretben, aki be van nevezve, aki az olimpiai bajnok. Az olimpiai bajnok, ha játszik, ha nem játszik. Na most nekem csak ezzel bántom, hogy én háromszoros olimpiai bajnok lehettem volna a fociba. Ha ott játszol, ugye, ha játszol Tokióba, te azt akartam mondani, mennyire tudatlan vagyok, de hát ezt nézd el nekem, hogy azt akartam mondani, hát miért nem adott 10 percet a tanár úr? Hát azért, mert nem lehetett cserélni. Azért nem lehet cserélni.
Ugye hát Mexikóban hála... De megérdemeltem volna a kezdőnek is valamelyik, persze, csak ugye nagyon persze. Jó kezdtek, benne 6 gólt rúgott az első meccsen Marokkó. Ki az, aki változhat egy ilyen csapaton? Nincs edző. Az rendben is van. Mexikó? Mexikó már hát jó volt. Azt behúztátok. Így, de, és ami nagyon fontos, hogy tehát akkor meg lett volna a két olimpia aranyérmes, és 72-ben München. Fél időben aranyérmes voltam még, Váradi góljával 1-0 vezetünk. Tehát ha úgy marad az eredmény, mi, de most mi, ez nuanszom múlott. Hát ez nem sok. Hát ez ugyanaz, mindegy, nem vagyok, ugyanúgy lehettem volna könnyen. De hát én azért szeretnék egyszeres olimpiai bajnok lenni a fenébe. Hát sajnos nem jött össze, hát, de hát nem baj. Igen, hát nézd, az biztos, hogy... Viszont azt elmondhatjuk, ugye, labdarúgóként. Igen. És vegyük hozzá a szakvezetőt is, meg akármi. Azért, ahogy említetted, a legtöbb olimpián te vettél részt. Igen, mert utána... És hát te voltál az a szakember, aki később... 24 év után, még 72-ben játékos voltam a München olimpián, 24 évig kellett várni az Atlantáig. Mert előtte ugye a Puskásék, ha jól tudom, 56-ba. Helsinki. Nyerték. Nem, bocsánat. Elnézést kérek mindenkitől a nép, természetes, hát Ausztrália 56. 56-ban nyerték a Gisiviákot, a olimpiámet, 60-ban a Florék és a bátyám is Róma. Rómában. Tehát olimpia, megint érem. 64-ben Tokió érem, igen. Ott voltam. 68-ban érem Mexikó, 72 München ezüst, fociba. Tehát nekünk a futball azért ott volt az olimpiákon. Ez a München után megváltozott, az is igaz, az egész rendszer, hogy lehet kijutni az olimpiára. Mindegy, 24 év után ki tudunk jutni 96-ban az atlanti olimpiára, ahol ugye Szanyó Karcsi, újpestiek voltak, a Szanyó Karcsi, Egresi játszott nálam, Lisztes, Dárdai. Ez volt az az olimpiai selejtező, amit a Fradi pályán igen, játszotta az utolsó hóba, igen, ilyen feketével telt ház előtt. Igen, skótok ellen. És a szegény Isten nyugosztalja, a szegény Zavaszki rúgta a győztes gólt, 2-1-re megnyertük, és kijutottunk az olimpiára, hát ez egy felejthetetlen dolog volt. Hát szintén. Nem kerültünk könnyű csoportba, emlékszem, hát Nigéria nyerte az olimpiát. Brazilok voltak a bronzérmesek, és egy Japán, ahol ugye már jobbak voltunk, vezetünk is, utolsó időn túl kaptunk ki, hát ez is csak... Hát az. Na hát most már ez már múlt idő. Ez a múlt idő viszont még mindig sajnos azt kell mondani, hogy te vagy az utolsó szövetségi kapitány, akinek a keze alól kikerültek a labdarúgók olimpiára. Hát úgy lett, most már újból elmúlt, azt mondja, hogy ez volt 96-ban, lassan megint már 20 év lassan el fog múlni újból. De hát én azért hívtalak téged ide, mert ugye te akárhogy miről beszélünk, ugye Pécsi Dózsa, igen. Újpesti Dózsa. Hát azért beszélgessünk erről a Dózsáról, mert azért Istenem, ma lenne egy ilyen csapatunk, közel ilyen jó csapatunk. Hát ez... Mi volt, hát ugye... Hadd ne soroljam be, nagyon-nagyon neki durálnám magam, talán még az összeállítást is el tudnám mondani. Hát, sokan el tudják mondani. Sajnos a maiakat nem biztos, de hát azért ugye ha csak a csatársor, Fazekas, Benet, Dunai, Göröcs, Nagy Laci, Zámbó. Hát jó, voltak, igen. Tóth de Andrés általában ugye abban a hét bajnokságban, főleg Fazekas, Görös, Bene, Dunai, Zámbó, ezt szokták emlegetni. Most is még, mikor megyek vidékre, pályát adják. Mi volt a titok, hogy ennyi jó játékosod együtt? A BM, a belügyminisztérium? Vagy mi volt? Igen, más világ volt, az igaz, más világ volt. Akkor fővárosi centrikus, tehát a vidéki játékos, sok vidéki játékos kerültünk föl, Fradi, Újpest, Vasas, Kispest, Csepel is, MTK, tehát hogy mondjam, fölfelé irányultak a dolgok, tehát Budapestre, és ezért jöttek össze a jó játékosok, az igazi tehetségek. Hát nekem az Újpestnél nekem az egész futballban itt ugye ez volt a legnagyobb élmény, egy olyan csapatban játszottam, olyan társakkal. Most jó, csak a csatársot úgy emlegethetném, a védőket, a Káposztától kezdve, a Solymosi Pixitől kezdve, ugye a Noskótól kezdve, meg minden. De nekem a csatársot, tehát a támadó játék, az improvizációs, az a tudás a Fazekassal játszani, egymás gondolatát, egy Zámbóval, nem utolsó sorban, ugye a Görösnek az irányítóképesség és a Benével a mindenáron győzni akarás.